Radvánszky Gábor, újságíró, szerkesztő, riporter, műsorvezető volt a vendége a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületnek Nyíregyházán a Megyei Könyvtárban 2022. május 12-én. Radvánszky Gábor Bihari Albertné az Egyesület alapító titkárának beszélgető partnereként szólt az igen változatos életéről, pályafutásáról, munkájáról, alkotásairól, számos újszerű és nagyszerű működő projektjéről, valamint a megvalósításra érdemes és arra váró terveiről, elképzeléseiről. Az általa elmondottak néhány részletét hallgassák meg. A rendezvényen közreműködött a Vox együttes két prominens tagja, Antal Éva, Antal Krisztina, valamint az említett egyesület énekkara. És rengeteg mindent csinálok, mert folyamatosan járat vagyok. Ha milyen gyerek voltam, hát kicsit visszahúzódó. Ezt elhinné a kedves közönségünknek? De az voltam, visszahúzódó voltam, nem igazán mertem magam megmutatni, mindig a színfalak mögött voltam. Mi szerettem a színfalak mögött mozogni, az valószínűleg abból ered, ami most az előnyöm, hogy jól tudok kommunikálni. Akkor nem mertem annyira kommunikálni, nem mertem annyira megnyíni, de emellett számos dolgot csináltam, tehát amit én szerettem csinálni, az az iskola rádió volt. Én a 7-es iskolában az iskola rádió technikusa voltam. Nagyon sok emberrel beszéltem, és ezeket megörökítettem.
Tehát én annantól kezd gyakorlatilag 14-es körülbelül óta fényképezőgépben hangálok, bárhova is megyek a világban. Ez még majd a későbbi munkám során is felkért az igazgató, a vezérigazgató, hogy ugye viszel magaddal a gépet, mert nem szeretném látni a fotókat, úgyhogy vittem magammal a gépet, ez természetes, ott is mindenhova vittem. Nagyon jól beszéltem angolul, nagyon jól megtanultam, nagyon sok ember. Angol királyi családról mondjam meg. A királyi családról meg annyi, hogy nekem mindig is vonzott az, hogy tudja azt megcsinálni egy nemzet, egy csoport, itt az a királyi családról gondolok, hogy még mindig elfogadják őket, és még mindig ott tudnak lenni, és még nem szavazták ki őket, nem döntöttek úgy, hogy ne legyen a királyi családnak létjogosultság alapján. Ez egy rettenetesen jó történet. És ami miatt sokan azt mondják, hogy tudod, hogy azzal kezdik, hogy hát de mennyi pénzt, mennyi bánatot okoztak a világban ezek az emberek az uralkodásokra, hát hogy lehet őket tisztelni? Csak én megkérdezem, hogy te komolyan mondod, hogy a gyermekek feleljenek az ősök hibáiért, meg cselekedeteiért? Ez nem kompatibilis a mai világunkban. Tehát mindig azt az ember kell nézni, aki ott van. És ez nagyon hiteles az Erzsébet királynő. Nagyon hiteles, nagyon jól tudja csinálni azt a dolgát, amit csinál, és rengeteget lehet tőle tanulni. Ha ez ember egy kicsit figyel. És tulajdonképpen egy kicsit példaként is szolgálnak a felkételet vonatkozóan? Igen, kommunikációban, viselkedés kultúrában, mindenki. Akkor sok könyvet olvastál ebben a témában? Olvastam még rengeteget. Rengeteget muszáj volt. És most ugorjunk egyet, mert az idő meg közben telik, és utána a gimnázium után pedig a közgazdaságtudományi egyetemre mentél Budapestre, ugye? Az ottani évek is nagyon meghatározóak voltak, és hát ugye ott tanultad pénzügyi tagozatra jártál, ugyanakkor a kreativitásod ott is nagyon markánsan jelen volt, és egy online újságot szerkesztettél rögtön. Mi volt ez? Az egy picit késő volt, de már ott elkezdődött azt, hogy szeretnék valamit csinálni. Tehát én már ott elkezdtem az informatikával olyan szinten foglalkozni, hogy ebből később egy olyan kamatoztatást, vagy olyan kamatot tudjak belőle kivenni, mint hozadékot, hogy ezt később fel tudjam használni, akár beprogramozásban, akár olyan informatikai programokban, amelyek mai napig is foglalkoztatnak és csinálom őket. És annyiban nyílt ki jobban a világ, hogy ugye megismertem a dolgok gazdasági vonzatait, ami nagyon érdekes, mert gyakorta találkozom azzal, hogy emberek beszélnek, politikusok beszélnek, és most nem menjünk bele a politikába, mert véletlenül is senki azt, hogy most itt politikát fogunk hozni, de hogyha az emberek egy picit, aki ilyet hozzá és elkezd a dolgok mögé látni, vagy engedik, hogy a dolgok mögé lásson, akkor teljesen másképpen nézi a világot, akár egy online újságot, akár bármi más. Mert ugye nagyon sokszor az jön elő, hogy miért fizessek én az online tartalomért. És akkor ott van a közgazdasági magyarázat, hogy te se veszel a korba kenyeret ingyen. Így van. Meg senki. És akkor hát igen, ott voltam, tehát befejeztem az egyetemet, ott tovább fotózgattam és intéztem az ügyes bajos dolgokat az egyetemen, aztán kapcsolatba kerültem nagyon nagy székekkel, bankokkal, olyan bankokkal, amelyek később meghatározóak voltak, elmentem banki területre, utána átkergeltem a vállalati szférára, és már itt is vagyunk, hogy dolgozunk. Igen, és mit köszönhet ezeknek a dolgos éveknek? Multinacionális cégnél voltál, ahol ami révén jártad a világot tulajdonképpen, a munka és a utazás így összekapcsolódott, és ebből a mai napig is profitálsz a kutatókkal, amit könyvtárban sorozatban. Igen, nagyon szeretem azt a sorozatot. Egyébként való igaz, hogy az ember csak profitál. Tehát ha az ember jól választ a területet magának, akkor egy ideig úgy érzi mégiscsak, hogy nincsen, nem találja utat. És akkor jön egy nemzetközi cég, ami azt mondja, hogy én bízom benne, és akkor kinevezünk először regionális kontrollernek egy értékesítéssel foglalkozó cégnél, és akkor kiküldtek Ausztriába, kiküldtek Csehországba, Szlovákiába, és bejártam mondjuk úgy Kelet- és Közép-Európát, majd átkerültem egy másik nagy céghez, gazdaság, pénzügyi igazgató lettem, a gazdasági terület egyik vezetője, és bejártam az egész világot, Omán, Szíriát, Indiát, Kuwaitot, Belgiumot, és mi sorolhatnám, hogy mennyi helyen voltam, csak azért, mert
akik azt mondták, hogy csináljam a dolgaimat, és dolgozzak, és mindig vittem magammal a képet, ebből jó sok anyagom lett, és én ezeket nagyon szeretem meg is mutatni. Most azért nem mutatok, mert időhiányban fogunk szállni is a végére. Nem erről szól, mert ezeknek külön óráik vannak, amikor te ezeket tartod országonként. Így van, és amit még nagyon köszönhetek ezeknek a multinacionalokhoz, az alapkultúra és az alapvilág, ugye mindenki azt mondja, hogy iszlám, stb. Én kint éltem, meg kint voltam náluk, köztük éltem, és nem féltem annyira sokszor átmenni a sötét utcán, mondjuk kint, akár Damaszkuszban, mint mondjuk Budapesten. Érdekes, ugye? Nagyon sok mindenre megtanítják az embert. Tehát Damaszkuszban, Szíria fővárosában megtanultam azt, hogy bárki oda mehet hozzá, és megkérdezheti, hogy hogy van. És akkor ez egy természetes dolog, nem úgy, mint Budapesten, hogy akarom Isten már mindig mit akar. De ez ugyanúgy igaz Indiára is. Ott például férfiak főztek rá. Nagyon jó volt. Tehát, és az ember toleranciát tanul, a másik elfogadását, ami nagyon fontos világban, a másik iránti érdeklődést köszönhetem az egyik a nemzetközi nagyvállalatoknak. Hajd meg is, hogy egy példát kint jártunk Damaszkuszban, és az volt a lehetőség, hogy vagy elmegyek a piacra vásárolni, vagy végigjárom a piac utcáját, amit végig is keresztül mentünk, és ez nagyon szép volt, és utána bemegyek az egyetlen igaz mecsetbe, ami Damaszkusz egyik fő látványossága, és én úgy döntöttem, hogy inkább oda megyek. Mert érdekel, hogy mi van ott. Csodálatos emberek voltak, olyan, mint egy családi piknik, ültek a mecsetnek az udvarán, a márványon, és beszélgettek a gyerekek, férfiak, nők együtt, igaz, benne szeparáltak voltak, ami imádság volt, és egy csodálatos élmény. Beszéltünk, hogy ott is már más területen is mozgolódtál, tehát ez az online kézilabdainfóról légy szíves két mondatot mondani, és ehhez kapcsolódóan lesz megint zene. Igen, a kapcsolódási pontnak a zenéhez az lesz, hogy annak idején, amikor ez a kézilabdainfó elindult, ez egy online újság volt, és Nyíregyházán született meg, hogy jött az eszem, hogy meg kellene csinálni, aztán Pestre találtam hozzá szerkesztőket, meg főszerkesztőasszonyt. A Pircs Anikor, aki mai napig is azt mondom, hogy az egyik legjobb szerkesztő. És kitaláltuk, hogy csináljunk egy újságot. De az újság ötlete az úgy jött, hogy volt a Szentpéteren a kézilabda Európa bajnokság, és én azt döntöttem, és elkezdtem nézni, hogy Atya Úristen, de jó ez. Ez egy jó lenne valamit csinálni. És akkor lett egy újság belőle, ami hát Magyarországon egy ideig első számú újság volt, bár a kézilabda szövetség nem akart ezt elfogadni hivatalos újságnak, egy másik csapatot támogatott. És hát én úgy döntöttem egy idő után, mire ennek sem volt finanszírozási forrása, és saját zsebből fizettem mindent, hogy ezt hagyjuk. Akkor meg hát én nem akartam, hogy dolgozzanak az emberek mellettem, hogy én nem tudom nekik bármilyen javadalmazást adni, mert az etikában. És akkor én azt mondtam, hogy akkor ezt beszüntetjük. Na most a poén az, hogy annyira sikeresnek üzleti utazó is el, hogy ha a weblap cím az úgy néz, hogy kézilabda.info, és a kézilabda.info.hu is lefoglalták utána, és a kézilabda.info, mivel én nem regisztráltam, nem fizettem, azt is megvették, hogy méretlenül sem igaz, híre se legyen ennek az újságnak. De ez egy nagyon jó volt, több ezeren olvasták naponta. Hát, innen indultunk. Igen, és hogy kapcsolódik a most következő zene? Hát, nagyon szeretem ezt a dalt, ami most lesz. A moszkvai éjszakák. És moszkvai éjszakák, és ez oroszul fog elhasználni. Antal Éva és Antal Krisztina előadásában. Fogadjátok sok szeretettel! Yeah.
Egy kicsit nosztalgiáztunk, de jó. Ugrunk egyet az életed történetében, Nyíregyházára költöztél, és akkor elindult egy mai nap is nagyon népszerű online terület, a Programinfo 2016. szeptember 1-ével. Ennek a történetéről hallhatunk el, hogy milyen volt eleinte népszerű, utána egy kicsit alábbhagyott az ismerettsége, aztán most megint felfutóban van, tehát hogyha ezt végig követnél, mesélnél nekünk erről. Igen, persze, hát beszéljünk erről is, mert ez is egy érdekes sztori. Úgy jöttem haza, hogy én nem akarok Nyíregyházán lakni. Tehát én csak hazajöttem, mondom, most akkor egy kicsi intermezzo van, és akkor most akkor itt leszek. Aztán elkezdtem nézni, hogy mit lehet csinálni Nyíregyházán. És hát azt láttam, hogy semmit. Mármint nem úgy, bocsánat, ne értsétek, tehát nem azért, nem az volt, hogy nem tudtam valamit kezdeni, hogy nincsen munka, meg ilyesmi, mert aki akar, ezt talál munkát, hanem az, hogy szabadidős tevékenység. Akkor néztem a Nyíregyházakot úgy, azt mondtam, hogy jó, néztem a többi oldalt, és azt mondtam, hogy hát, kellene valamit csinálni. És akkor hát találkoztam a lányokkal, mert egy kicsit, hát mondjuk úgy, hogy volt egy rövid intermezzo, még én Pesten voltam, akkor nem nagyon tudtunk találkozni. De korábban is ismertek egy tízévvárás barátság, és akkor mondtam nekik, hogy csinálnék egy ilyen oldalt, és mondták, hogy hát de van ilyen. Hát mondom, jó, de én a sajátomat megcsinálom, és akkor meglátjuk, hogy milyen. És akkor kint pont zenéltek a nyilasban, és akkor fotottunk mi össze, meg előtte már itt a városban. És én mondtam, hogy fotóztam akkor is nagyon sok mindent, és mondtam, hogy mit szólnál hozzá, ha lenne egy ilyen. És azt mondtad, hogy hát nézzük meg, hogy milyen. És akkor elindítottam. Na ez volt a rövid története a Programinfónak, és akkor így csináltunk egy Facebook oldalt, csináltunk hozzá egy weboldalt, és akkor ebben felvittük a programokat. Aztán azt vettük észre, vagy azt vettem észre, hogy az emberek nem annyira akarják ezt, vagy nem nagyon szeretik ezt, hogy az emberek korlát tolda a programokat. Meg akkor még nagyon azt láttam, hogy valami miatt a weboldalakat nem látogatják az emberek. És rájöttem, rá kellett jönnöm, hogy itt a Facebook a bűnös, mert mindenki a Facebookot szereti nézni, éjjel-nappal a Facebookot, én nem is értem. És hát azt találtam ki, hogy akkor hagyjuk a weboldalat, mert láttuk, hogy azért csökkenőben van itt a népszerűség, és akkor kitaláltam azt, hogy akkor menjünk a Facebookon, és hát volt egy rövid időszak, amikor nem annyira foglalkoztunk ezzel, mert úgy láttuk, hogy erre nincs igény, aztán mégiscsak azt vettük észre, hogy csak jó lenne, mert nem az igazi az ellátottság, és akkor elkezdtük 2018, újra indítottuk 2018, hát márciusra körül, és ebben nekem nagy segítségre voltak a lányok, mert hogy én akkor már egy picit másfelé kacsingattam, és a mai napig is ők nekem sokat segítenek mindenben, és én egy kicsit másfelé kacsingattam. És a másfelé az volt, hogy én észre éreztem, hogy készletést éreztem magamban, hogy megmutassam magam. Ugye milyen ellentmondásos az általános iskolához képest, hogy ezeket az ember csak készletést érez, hogy megmutassa magát. De nem elsősorban magadat akartam megmutatni, hanem azt, hogy milyen sokszínűségét, illetve más embereknek a sokszínűségét, a sok érdekesebbet akartam megmutatni a közönségnek, amit csinálsz, és gondolom a mesélni kávéházra gondolsz, amelyik már a 105. adása volt. Így van, az az igazság, hogy ez úgy indult, hogy az ember jár buliról bulira, mert a lányokat én kísértem, meg segítettem nekik technikában, aztán most már egy ideje együtt dolgozunk, hangosítok nekik, és ugye 15 életút azért 15 fajta emberként dolgozom, megélek nap mint nap, és valóban az történt, hogy találkoztam emberekkel, akár a Programinfo kapcsán, akár a műsorok felvétele során, vagy éppen melegész szállása során találkoztam emberek, és azt mondom, hogy tök jók az emberek. És tök szépek, és tök nagyon szép életutat futnak be. Mi lenne, ha ezt megmutatnánk? És akkor ültünk egyet. És igen, egy folytatottam, mert
mindig van, csak ültem egy decemberi. Ha már most hozzám került a szó, hogy rám van. Nem, ha mikrofon kerül a gyerekek. Na most, egy, csak egy gondolat, annyi történt, hogy ez az egész, amikor azt mondtam, hogy el szeretnék indulni, sokat egyeztettük, ültünk a kedvenc kávézunkban, többet magammal, és veled, a lányokkal. Ezt akartam mondani. És akkor és az jutott eszembe, hogy figyeljetek, én csinálok egy ilyen műsort. És akkor mondták, hogy de van ilyen. Mindig ez a van ilyen. És mondom, és milyen az a műsor, mi ez? És akkor elmondták a két nevet, és hát nagyon szégyellem magam. Nem tudtam, hogy létezik ilyen, mert városi tévé akkor még nekünk nem volt. És én mondtam, hogy hát ez jó, csak én ezt nem tudom, hogy van ilyen. És kérdeztétek, hogy mivel lenne, mivel lesz ez másabb. Mondom, azért, mert én csinálom. És akkor így indult el az első adás, december 18-án vettük fel. Azt mondja, hogy akkor is ment le, hamarabb vettük fel, 13-án. És te voltál az első vendég. Hogy miért Julika volt az első vendég, ezt azért szeretném elmondani. Azért, mert nagyon megbíztam benne abban, hogy ha kritika van, hogy az első műsor mindig necces. És mivel ilyet soha nem csináltam, így benne bíztam, hogy akkor ezt közösen megoldjuk. És aztán a második műsor az egy haláldaglás volt. Felföldi Lászlót, akkor még ugye itt lévállás volt, őt hívtam meg, és mentem el hozzá, vagy mentünk el hozzá, és hát az tényleg egy meredek lépcső volt, aztán jött a többi. Aztán úgy belelátottál, hogy most már 105 adás volt, és én azt szerettem volna mondani, hogy hálásan köszönöm, hogy én lehettem ennek a igazi értékes sorozatnak a legelső alanya, és rögtön egy olyan gondolt beszélgetésre vált, már az első pillanattól én úgy gondolom, te is így érezted, hogy mintha ezer éve beszélgettünk volna, mert szépen ez kellett egy ismerettség, tehát egy jó baráti kapcsolat, és így könnyen lett is a karácsonyról beszélgettünk, akkor még csak olyan 25-30 perces volt a műsor. Én egyébként utána a Gabinak javasoltam is, hogy ne legyen nagyon hosszú, egy órás, stb. Mert azért most már úgy ott tartottok, hogy egy órás műsorok vannak, hogy a kevesebb lehet, hogy több, vagy össze lehet sűríteni, de azt hiszem, hogy a nézettség pedig téged igazolt, hogy végül is ez is nagyon jó, hogy ilyen időtartalomban, tehát végül is értékes embereket szólaltatsz meg, és látom, hogy mennyi olyan ember van, aki az életnek a különböző területén, akár a zene területéről, képzőművészet, irodalmár, aztán a küzdetére területén, vállalkozások területéről megszólítasz. Én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan választott ki a riportalanyaidat, mi a választás szempontja? Hozhatok egy példát, itt ül körünkben Sikors László hátul, ő is volt vendégem, és hát őt pedig úgy választottam, hogy elmentem az egyik előadását megnézni. Igen. És azt mondtam, hogy meg kell hívnom. Mert az a fajta látásmód az IKOMOS végén, a műértékek, a műkincsek, az, hogy milyen értékeim vannak, akkor akár szabadszat, mert megyek megyében, akár bárhol, tehát ez muszáj megmutatni az embereknek. A kiválasztás szempontjai nagyon egyszerűek. Leállok beszélgetni az emberrel, és ha látok benne érdekes dolgot, már pedig látok, akkor meghívom. Mondhatnám azt is, hogy mindenkit meghívhatnék, mert mindenki egy értékes és érdekes ember. Így van. És mindenkivel lehet beszélgetni. Volt egy nagyon kedves vendégem, azt mondta nekem, hogy azt csodálja bennem, hogy én bemerek vállalni kevésbé, most ezt nagyon idézőjelben véve, híres embert is, és elmerem hívni, és beszélgetek vele, és annak is van hírértéke, azt is megnézik az emberek. Természetesen hétköznapi hősök itt élnek közöttünk, csak meg kell találni ezeket az embereket, akik nyilván nem mindenki szeret nyilatkozni, de én azt hiszem,
hiszem, hogy még akinek van egy kis gátlásossága, te azt az embert is megnyitod, mert olyan közvetlenséggel tehát közelek hozzá. A másik az, hogy ami nagyon tetszik nekem, hogy rendkívüli igényességgel fel is készülsz erre. Mert sokan gondolnák, hogy mi az, csak odaülünk egy riportalanyhoz, aztán jönnek a kérdések, ez nem így van. Mondjuk van, aki lehet, hogy így csinálja, de Gabi rendkívül alaposan felkészül erre, és ezzel nagyon sok időt töltöl. Igen, az, az igazság, hogy én nem mertem megengedni magamnak azt a luxust. Tehát azért nézzük meg azt a szituációt, hogy én kívülről jöttem, nem a média világából, nem, engem nem oda küldtek, hogy csináljak interjút, hanem én kértem fel az adott személyt, hogy én szeretnék vele beszélgetni. Akkor egyébként is az lenne a minimum, hogyha engem oda küldenek, hogy felkészüljek, de pláne, hogyha én hívom magamhoz vendégségbe, akkor hogy az első és legfontosabb, amit tudok róla, megszerzem információt. Persze volt olyan, akiről, mert nem szeret iratkozni, nem állt rendelkezésen annyi információ, hát akkor jött az a dolog, hogy Facebook, jött az a dolog, hogy megkérdeztem az ismerőseit, ha volt közös ismerősünk, volt egy nagyon kedves vendégem, róla nem tudtam privát információt megszerezni, aztán az egyik kollégáján keresztül sikerült róla információt szereznem, és hát be is csempésztem, ami nem kis megdöbbenést okozott számára. De egyébként az ismeretlennek is ilyenkor terepet kell adni, mert hát azért kérdezel, hogy meg tudjál dolgokat nyilván, tehát mindent nem kell előre tudni, de azért ahhoz, hogy úgy tudjunk kérdezni, vagy úgy tudják kérdezni, hogy magabiztosan, ahhoz nagy-nagy ismereti, illetve tanulási folyamat kell természetesen. És én néhány nevet szeretnék mondani, már Lacinak a nevét említette az elet területéről. Mindannan csak annyit szeretném még ezt hozzátenni, és nem akarok én nagyon vele szólni, csak itt a tudás, és nem akarom, hogy utána még vissza kelljen erre térni. Jó. Tehát, hogy a tudás megszerzése, szerintem én annak örülök, hogy annyi éven keresztül ültem az iskolapadban. És olyan tanáraink voltak, ez általános iskolára is igaz. Igaz ez középiskolára és az egyetemi évek alatt is, hogy arra ösztönzik az ember, hogy tágítsa a tudását. Ugyanis, ha nem tágítjuk a tudásunkat és egy minimális érdeklődés sincs meg bennünk, akkor nem tudunk jó kérdéseket feltenni, mert valamihez nem fogunk hozzáérteni, vagy nem érünk hozzá, akkor abban nem tudunk elmélyülni. Egyről beszélünk, Gabi. Egyébként az nagyon jó, hogy tehát általában a riportalanyaidat innen választod a régiónkból, de olyan személyiségeket is, akik elszármaztak innen, és országos hírű, akár irodalmárok, akkor zenészek, vagy színészek, tehát nagyon széles ez a paletta. Nehéz kiemelni, de beszéltünk arról, hogy esetleg itt a Vízdíjas és Kossuth-díjas Szabó Nénest, illetve Szabó Sonát megemlítjük, aztán Luther Illét, valamint nagyon sok olyan riportalanul van, vagy volt, akik valami különleges szakmát képviselnek. Itt gondolok, ami nem olyan túl régen volt, ami a színérzékenys, vagy a színtévesztők számára készült szemüvegnek a feltalálójával. Beszélgettél, vagy jó oktató az annyira nem különleges, de voltak ilyen különlegesek. Tudnál néhányat még említeni? Igen, többet is, bár a teljesség igénye nélkül azért formálom olyan, aki a színérzékenységgel foglalkozott, volt a klímakutató, az egy nagyon érdekes téma volt, vele még tovább tudtam volna beszélni, csak a pedagógusi nem ért tovább rá, és már egy óra 20 perces volt az agyam, tehát nem akartam nagyon túlhúzni. Volt most nálam egy rádióamatőr, aki a Magyar Rádióamatőr Szövetségnek a alelnöke volt, vele is egy fantasztikusan lehet beszélgetni. Dénes bácsiról Kódákat tudnék zengeni, de mindenkiről. Tehát akár a Buktivit is említhetném, akivel egy nagyon kedves kapcsolódási pontunk volt, Dikalon voltam lent, és amiután ott hagytam a céget, végre elmentem 10 nap szabadságra. Nem szabadsága, hanem már utána ugye nyaradtam, és ott voltak éppen, és Dózsa a Nép gyermeke című premiért lett volna a hétvégén, azon a hétvégén, amikor ott voltam,
És hát ugye nálam volt a gép, és oda mentem az ügyelőhöz, és mondtam neki, hogy hát figyelj már ide, nem tudnám beszélni a Pintér Tiborral, hogy bejönnék fotózni, és elküldeném neki utána a fotókat, meg az előadást végigfotóznám, mit szólnátok hozzá. A Lohasz Színház, ugye. És mondták, hogy jó, rendben van. És akkor csináltam ott a fotókat, beszélgettem Uktibivel is. És hát az az érdekes, hogy én több év távlatában, hogy elküldtem a fotókat, voltak lent a barátaim, a lányok, gyakorlatilag Bikavan, és kérdezték, mondták, hogy Uktibinek, hogy üdvözlöm, és emlékezett rám, hogy persze ő készítette a fotókat, ez ott egy nyak, mint érti volt, de ugyanez igaz Uktibiről is, mert az első hívásomra azonnal azt mondta, hogy beszéljük hozzá a riportalajnak, és hát az egy nagyon különleges volt, mert ült az autóban, és az Osán parkolójában forgattuk Zoom-on keresztül a beszélgetést, és megmutatta azt a kiégett autót, és azt mondta, hogy tök hülyének néznek az emberek, mert mindenki azt rámolja, hogy én itt magyarázok, és gyárt a kezdem, és... Bocsánat, hogy mondják a lányok, hogy én egyébként én operett színésznek ismerem, de a Magánnyomozók TV2-es sorozatnak volt az egyik szereplője, Tibor. Nagyon jó helyszíneket választasz, látom, hogy nem mindig egy helyszínen, de olyan bensőséges millió teremtesz mindig az interjúinak. Azt szeretném megkérdezni, hogy a kávészünet, amelyből 22-ben lennék, az mennyiben különbözik a Mesél a Kávéháztól? Nagyon sokban különbözik, az egy ilyen kulturális hírnök. Ezt azért találtam ki a kávészünetet, mert azt láttam, hogy nagyon sok ember van, aki csinál különböző kulturális rendezvényeket szerveznek, vagy ő maga csinál könyvet ír, vagy éppenséget felépnek valahol akár a Pantónusz vegyeskar, és felnőtt vegyeskar. És én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ők is teret kapnának. Ez onnan jött, hogy az I. és Ákosék, a Kuti Patricia, I. és Ákos és Kuti Patricia, I. és Petinek a fiával van szó, taktársunknak, és ők csinálták az István a királyt, szervezték, és úgy bemutatják, ők rendezték. És akkor mondtam, hogy egy gyertekkel, és akkor még a Mesél a Kávéházban voltak, és azt láttam, hogy ez a kettő nem osztol össze. És nem jó műfajokat vegyíteni, mert ha vegyíted a műfajokat, akkor utána az gáz, mert nem tudják megkülönböztetni. Tehát ugye az a Mesél a Kávéháznak a mottója, hogy közelebb hozok az ember. Na de egy színdarabot, hogy lehet közelebb hozni? Tehát hogy mondtam, hogy akkor azt válasszuk ketté, és meg legyen egy külön műsor. És ez is érdekes, mert itt is nagyon sokan voltak, ugye a Pantinusz vegyeskart említettem, talán azért, mert a Soma másodszor jött hozzám, és Somáról tudni kell, hogy nagyon, nagyon ott van, tehát nagyon fókuszált ember, és hát manapság azt mondanánk, hogy kocka. De ez nem igaz, mert ő tele van élettel, meg vitalitással, de nagyon, tehát nagyon-nagyon éles határokat húz. És ami nem baj. És gondoltam, hogy amikor kérdezted, hogy itt komfortos hangulatot teremtek, akkor nála volt az, hogy hát hogy dobjuk fel a hangulatot, hát ez így nem jó, hát hogyha ilyen merev lesz egész idő alatt. És akkor így mondtam neki, hogy te figyelj már is, amikor az hogy van, amikor benned elszabadod. És akkor először mosolygott. És akkor utána már láttam, hogy már jó tanjár, és mondta, hogy hát egy barnagy, meg vezényes. Mondom, figyelj már, Soma is, kapnánként könnyű borcsajozni? Ilyen rövidzállat tudod, hogy Atya Úristen, és akkor... Onnantól kezdve már fordobolt a lépőt. Igen, ez volt a cél. És akkor van még egy másik magyar hangok a nagyvilágból, ebből néhány adás, illetve ez párhuzamos is néhány a Mesél a Kávéházban? Igen. Azért mielőtt erre válaszolnék, még visszatérni egy picit a kávészünetre. Nagyon szeretem azt benne, hogy olyan embereknek adhatok teret, akik máshol nem kapnak. Akár beszélhetünk nem eredet Istvára, akivel személyi barátságomban vagyok, meg könnyen így könyvemutatónál, ugye a Sikors Lacinival szoktunk beszélgettem már könyveiről, de mondhatnánk itt rengeteg olyan embert, aki azért jön oda és azért kap teret, mert máshol nem nagyon tudnám megmutatni, vagy akár itt a Kokas Bálintéktől kezdve, ugye a Versnemről, vagy adott esetben beszélhetnénk akár a Portugálról, mint zenekarról. Igen. Amikor ők ugye megnyerték, hogy másodikok lettek a dal. Megbemutatott
Szívészetetek és a Vakok Egyesületét, Vissékönyvtárat. Tehát nagyon sok olyan embernek adtunk lehetőséget, vagy adok lehetőséget, aki máshol nem biztosítanál. És akkor visszatérve arra, miben különbözik a magyar hangok a nagyvilágból a kávészünetől. Hát, a kávéháztól, a magyar hangban megtartom semmiben. Tehát ugyanaz, csak azért adtam más nevet neki, mert ott külföldön élő magyarokat szólaltattam meg. Amelyik mások, igen. Más életkörnyezetben vannak, ők külföldön vannak, és hát ott is volt azért figyelmeredek dolog pár esetben. Tehát az első például Perguzsáról volt, és ott az volt az érdekes, hogy nem ismertem az alnyomat. Csak az egyik nagyon kedves barátomnak a akkor volt a Covid, tudjuk mindenki, Covid, hívjuk fel az olasz barátainkat, mit mondanak, és nekem ez már kezdett egy kicsit a, hogy szokták mondani, hócipőn túl tengerni tőle, és akkor mondtam, hogy akkor csinálok én is egy ilyet, de másképpen fog ez szólni. És ez adta az ötletet, ezért indult a mesél a kávéháznak, az al részeként, hogy magyar hangon. Igen, és ennek a blognak a végén, Gabi, azt szeretném megkérdezni, hogy mindezt te, milyen támogatásokból, projektum, vagy miből finanszírozok mindennek a forrásait, tehát a költségeit? Ugye az erőforrás az úgy néz ki per pillanat, hogy vagyok én, meg vannak a lányok, akik segítenek nekem. Ugye az elején, amíg nem volt Covid, akkor ugye Kriszti jött velem, vagy Évi tartotta a kamerát, amíg egy kamerával vettünk fel, utána kettővel. Hát a kamerát ezt nem így kellett kezelni, mint itt vannak a kamerák, hanem ez telefon. Tehát kis költségvetés, hangfelvétel, a hangminőség az azért jó, mert ezt egy kirekedett professzionális hangminőséggel, hangfelvevővel veszik, hogy jó legyen nagyon a hangminőség, mert ez a legfontosabb, a kép is jól kell, hogy legyen, az kevésbé, az megbocsátja a nézőt. És ebből jött az, hogy akkor csináljuk így, mert nem volt forrás, és aztán mondták a lányok, hogy persze kezdetben a kávéban, a kávézóban ők segítettek, ők is beszálltak ebbe, aztán utána az volt, hogy megkérdik a kávézókat, hogy segítsenek, de nem, nincs forrás rá. Ezt saját zsebből finanszírozom mai napig, mert ez gyakorlatilag ez egy nagyon szép misszió, amit teljesítesz, Gabi, de ezt a végtelenség nyilván így nem lehet. Jó lenne, hogyha az a tényleg az a sok-sok riporter, aki nálad volt, hogy egyfajta támogatást nyújtanak, vagy valamennyire ezt költséges alapra tenni. Az az igazság, hogy ez nem lehet. Tehát van Magyarországon egy nagyon rossz szokás az embereknek, és erről beszélni kell. Nem azért, és nem lehet, hogy itt a jelenlévő, tud biztos, hogy kivételek. De az az igazság, hogy itt azt szokták meg az emberek, hogy minden ingyen van. Tehát, hogyha kinézel a cirkuszt is kenyeret, kinézel a télet, ott ingyen van. És pont ezt mondtam az elején, hogy nem látják a gazdasági oldalt hátulban, hogy ezt valakinek ki kell fizetni. Tehát az, hogy én nagyon szép, hogy én ingyen megcsinálom a műsort, de ez nekem idő, és akkor most egy picit visszavett. Akkor neked kell olyan alapokra helyezni ezt a kérdéséget. Nem akarok nagyon pénzügyekbe belemenni, mert... Persze, csak érintőlegesen, mert éppen kapcsolódni fog itt az erejét ehhez a témához. Az az igazság, hogy nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, hogy hogyan működik egy ilyen műsornak a felvétel, hogy picit beszélnék el, mert jobban megvilágítja. Röviden majd, ha minden. Röviden beszélek róla. Ez úgy néz ki, hogy körülbelül egy vagy két napot azon dolgozom, hogy megismerjem az alanyomat. Összeszedem róla az információt, összeállítom fejben a kérdést, és nagyon fontos, ha szeretném mondani, hogy végigjátszom a beszélgetést. És elképzelem, hogy mit fog az alanyom válaszolni. Ez azért jó, mert ez segít nekem abban, hogy én utána rögtön tudjak reagálni, hogy is nincsenek meg itt kérdéseim. Tehát én nem írom meg a kérdéseket előre. Én leülök úgy, az első háromnál próbáltam, aztán láfogtam és így kidobtam a kukába, mert nem tudtam felolvasni. Jó, mert nem tudom állni a szemüvegem. Meg egyébként sem megvan, szerettem volna olvasni, mert az egy olyan... Tehát hogy most hogy ülök? Az olyan tévés, nem szerettem volna, azért ötletlen beszélgetés. És ezután, miután megtörtént a felvétel, ami elvesz az ember életéből 2-3 órát, és akkor az órát néz Jónika. Ezután... Egy órát, de még van 10-15 perc, maximum, de még nagyon sok
és gyakorlatilag ezután következik ennek az egésznek a megvágása. Most a vágást az úgy kell elkezdeni, hogy beülök a gép elé, és kockánként, ha kell, javítok, vagy kiveszek belőle részeket, mert senkinek nem célja, hogy egy ilyen beszélgetés ilyen előfordul, hogy valaki a hétben, vagy pedig abban az állapotban mond olyat, ami nem biztos, hogy úgy gondol. Ugye ez az élőadásoknak az átka azért lenne következtes csúszhatása az élőadások. Ezt azért mindenki tudja, hogy ezt tudják megvágni. Viszont itt nem csejjen, tehát én ezeket megvágom, utána megnézik, tehát elmegy még vele két-három nap. És ezt szó szerint két-három napnak kell érteni, mert ez tényleg akkor beülök, és akkor csak ezt csinálom. És az idő az pénz, ugye? Igen. Thank you.
Köszönöm.